Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégem egy világjáró, csodálatos hangú művész, barátom, Jankovics József, fogadják szeretettel. Szervusz Józsikám, hogy vagy? Hát ezután a bevezető után csak jól érezhetem magam, de hát ez egy kicsit összetettebb. A fizikai állapotomat illeti, az nem valami jó, mert jövő héten bevonulok kórházba egy kis sportkoronkopással, de mint művész és énekes most éppen nagyon jól vagyok. Köszönöm szépen. Lelkileg? Lelkileg is. Hát éppen ha egy művész, hogyha művészként jól érzi magát, akkor lelkileg is nagyon jól van általában. Ez arról szól, hogy szép feladatok. Igen. Úgy érzem, hogy hát legalábbis idáig ez az év, ez nagyszerű volt. Hát nagyon sokat dolgoztam külföldön, borzasztó nagyokat utaztam, Dél-Franciaországtól egész Dániáig fölfele, közben Ausztria, Németország, Svájc. Nagyon jókat játszottam, Mosolyországát, cigánybárót, cirkuszhercegnőt, és hát hála Istennek mindenhol nagyon nagy sikerrel. Én azt vártam tőled, hogy azzal kezded, hogy nagyon jól vagyok, a színházam, a Fővárosi Operett Színház elhalmoz szebbnél szebb bon vivant feladatokkal. Ezzel szemben arról számolsz be, hogy járod a világot. Ez hogy van? Na most ez úgy van, hogy a Fővárosi Operett Színház az nekem mindig a színházam marad. De papíron már nem vagyok az Operett Színház tagja 1992. december 1-e óta. Te már ismersz engem egy pár éve. Úgyhogy tudod azt, hogy én ezt színházat nem úgy tekintettem, mint egy színházat, hanem ez volt az én templomom. Én ebben a színházban úgy jártam be, olyan áhítattal és szeretettel, mint hogy az ember a jó Istenhez közeledik. Különböző okok játszottak közel, méghozzá nagyon nyomos okok ahhoz, hogy én elhagyjam ezt a színházat. Én tényleg úgy éreztem, mint hogy egy kezemet vagy egy lábamat vágták volna le akkor, amikor elmentem a színháztól. Az már nem rajtam múlott, hogy jelen pillanatban nem halmoznak el szerepekkel, ez mondjuk egy nagyon enyhe kifejezés, mert mintha a világon se lennék körülbelül, úgy viszonyul hozzám most a színház. De ettől még azért nem vagyok boldogtalan, mert minden nagy szerelem elmúlik egyszer, de a szép emlékek megmaradnak, azt tőlem senki nem tudja elvenni. Na csak azért kérdeztem, és tettem fel egy ilyen kétértelmű célzást, mert én nagyon jól emlékszem, hogy már a 80-as évek végén te mennyit vívottál. Jobbnál jobb ajánlatokat kaptál külföldről, és mindig maradtál az anyaszínházban, az operettben. Mit hagytál ki az életben? És aztán jött ez a pálfordulás, hogy ma azt mondod, hogy a szerelem elmúlik, és a szép élmények, a szép emlékek megmaradnak. Hát ezt valaki vagy valami csak előidézte. Nézd, ez egy olyan dolog volt, hogy én a legtöbb magyar művész ilyen őrült, hogy igazából csak Magyarországon, igazából csak a színházunkban érezzük jól magunkat és otthon. Nekem 83-tól elindult egy folyamat, ami mely napig is tart, Istennek hála, tényleg komoly feladatokat kaptam különböző nyugati színházaknál, ami beletartozik az akkor még nyugat-berlini Theater des Westens, ahol kezdtem tulajdonképpen, ami akkor Nyugat-Európa legnagyobb operett és musical befogadó színháza volt. A Flamand Királyi Operaházon keresztül a müncheni Theaterem Gärtnerplatzig. De mindig itthon maradtam, mert egyszerűen nem tudtam volna elképzelni sem, hogy az operett színházat én valaha ott hagyjam. Mint ahogy az előbb említettem neked, ez nagyon nyomos okoknak kellett közrejátszani. Nem szeretnék én ebbe igazán mélyen belemenni, mert holnap reggelig sem tudnám befejezni ezt az egész történetet. Csak egy kis apró mesét, egy kis részletet mesélek ebből a hosszú történetből. Amikor egyszer hazajöttem, az akkori igazgatóm nevetve mesélte nekem, hogy az
önkormányzat revíziót tartott a színházban, és a Szöke hölgy indignálódottan megkérdezte tőle, hogy tudja, én nem tudom, hogy ki ez a Jankovics. Maga csak ezt a színházat csak akkor tudja rentábilisan működtetni, hogyha legalább 100 embert elküld. Itt van ez a Jankovics, a legmagasabb fizetése van a színházban, és hónapok óta nem játszik semmit. Miért nem küldi el? Na most ez az, ez az a tipikus magyar bürokrácia, amire azt mondják, hogy nincs, nem létezik. De tulajdonképpen a dolognak a pikantériája az, hogy te ebbe a színházban kezdtél el egyáltalán énekelni. Te ebbe a színházban lettél Jankovics Józsi. Tehát ez neked az anyabölcsőd. Te minden ranglétrát, ha én jól emlékszem, vagy jól tudom, kijártál. Igen, ez így igaz. Hát ezt, tudod, én lokál énekesként kezdtem. Az éjszakában énekelgettem váligerű, hosszúhajú, táncdal énekes gyerekként. És amikor ugye abból nagyon megcsömörlöttem az éjszakától, nem tudtam mihez kezdjek magammal, és akkor szerződtem az Opel Színháznak az énekkarába. Tulajdonképpen akkor kezdtem el klasszikus éneklést is tanulni, és hát 3 év operacinázi énekaroskodás után elmentem egy pár vidéki színházhoz próbát énekelni. Nem akarok szerénytelennek tűnni, de mindenhova leszerződtettek volna, én Szegedet választottam, ahol 2 gyönyörű évet töltöttem el. Nekem az volt az igazi főiskolám, ahol megtanultam a szakma alapvető csínyát, bínyát. És de nagyon a színháztól sosem szakadtam el, és a nagyon jó érzés volt számomra, hogy 1 év után már vendégként visszahívtak, de már nem az énekkarba. Egyet árulj el nekem, hogy lehet ezt a fajta kondíciót, ezt a hangot karban tartani? Mi minden kell hozzá? Gondolom, most itt mindenféle műhelytitkokat vársz tőlem. Én nem tartozom a tipikus tenoristák közé, sőt a tipikus énekesek közé sem. Mert bizony nagyon boldogan megiszom egy korsó hideg sört, dohányzom, én vagyok az elrettentő példa a szakmában 15 éve. Én azt mondom, hogy ez olyan, mint a sport, tudod? Nagyon-nagyon sokat kell belefetszölni, hogy az ember ki is tudjon venni belőle. Nagyon meg kell tudni tanulni énekelni, rengeteget kell dolgozni, és karban kell tartani a hangját az embernek. A többi affektálás. Karban tartani, dohányzol, sört iszol. Én tudok egy klasszikus történetet. A tréningre gondoltam. Mert én tudok egy klasszikus történetet. Egy énekesnő mesélte nekem egyszer, hogy leszoktak ott a dohányzásról, és elment a hangja. Azt mondták neki, hogy azonnal szokjon vissza a dohányzásra. Ezzel már én is jártam így, mert én is azért megpróbáltam leszokni róla. De olyan 2 hét múlva Jódli művésznek talán elmehettem volna, de mondjuk a Mosolyország a főszerepét nem igazán tudta volna elénekelni. Itt ezen a ponton szakítsuk egy picit félbe a beszélgetést. Játsszunk be a kedves nézőknek egy rövid részletet, miből fogunk látni és hallani. Hát ez azért a kedvencem, mert azt hiszem, hogy ez a darab, Kálmán Imre Marica grófnője, amit legtöbbször játszottam életemben, aztán különben, nem is tudom pontosan, 8 vagy 9 különböző rendezésben, és legalább 500-szor, és ez a szám, amit most hallani fognak, a Mondd meg, hogy imádom a festőnőket, azt mondom, hogy legtöbbet énekeltem. Viszont különböző koncerteken is, meg ezt az 500 előadást is beleszámítom. A szeretet is ezek szerint. Viszont előzetesen is elnézést kell kérnünk a kedves nézőktől a képminőség miatt, fekete-fehérben, mert ez egy archív felvétel. Igen, de viszont nagyon jól szól rajta a hangom. Hát hadd legyek egy kicsit szerénytelen. Kötelező. Oly kicsiség az egész.
Hát, ahogy ezt hallgattam, esküszöm, hogy bölcsbe rándult a talpam, és megágaskodik a szőr rajtam. Apropó, mit csinálsz mostanában? Mivel foglalkozol? Hát tudod, itthon? Yeah. Hát azért, hogy legszűkebb pátriámmal az Operaszínházban nem foglalkoztatnak, azért nem szeretném, hogyha teljesen elfelejtének itthon is. És ezért, hogy is mondjam, tulajdonképpen nagyon kevés magyar művész közül én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy megválogathatom azt, hogy mit csinálok. És ha már itthon dolgozom, akkor szeretek olyasmit elvállalni és olyasmit csinálni, ahol jól érzem magam. Ez abszolút nem anyagi kérdés. Persze akikkel dolgozom, ezt most ne hallják meg. De nem feltétlenül anyagi kérdés, hanem az, hogy olyan emberekkel legyek együtt, akikkel jól érzem magam, akikkel nagyszerűket tudok produkálni. Ezért két helyen dolgozom tulajdonképpen Magyarországon. Kovács Józseffel az Interoperetben, ahol hála Istennek lassan már én is családtagnak számítok, és egyre többet dolgozom velük. A másik meg Hídvégi Miklósnak magánszínháza, ahol most már a második produkciót játszottam el. A Marica grófnővel kezdtük, ahol a nagyszerű Pitti Katalin volt a partnerem, és hát tényleg emlékezetes előadás volt Mária Besnyőn ott a Kolostor udvarban, egy fantasztikus millióban az előadás. És idén játszottuk az idei szezonban a Cirkusz Hercegnőt, amiből egy CD-lemez felvétel is készült, amit majd július vége felé már kapni is lehet. És a darabot játszani fogjuk a Budai Park színpadon is, és ami egy nagyon nagy durranás lesz minden valószínűség szerint, a Fővárosi Nagy Cirkuszban is 20 előadásban, igazi cirkuszi környezetben, amire még nem volt a darab történetében gondolom példa. Úgyhogy nagyon nagy várakozással nézek el, és nagyon örülök ennek a feladatnak. Hát ezt jó hallani. Egyébként nem árulok el vele titkot, hogy Hídvégi Miki is volt vendégem, Oswald Marika is volt vendégem, és mi figyelemmel a Budapest Televízió figyelemmel kíséri ezt a produkciót, és mi biztos, hogy ott leszünk ezen a produkción feltétlenül, feltéve, ha meghívtak minket. Hát a legtermészetesebb dolog, én leszek az első, aki ezt proponálni fogja. Egyébként kint milyen terveid vannak, milyen lehetőségeid vannak az elkövetkezendőket? Hát a régi impresszáriummal dolgozunk most egy új produkción, a Luxemburg grófján, aminek a októberben lesznek a próbái, és valószínűleg karácsonykor lesz a premierje, és egy nagy németországi turné lesz. Ez a legközelebbi, aztán Grazba csinál két koncertet Kovács Józsiékkal, valószínűleg elmegy egy olaszországi turnéra, amit egy másik magyar Maszek színházigazgató Szolnoki Tibor szervez. Úgyhogy azért van mit csinálnom. Akkor egyetlen kérdés erejéig még, és hogy van a kisgyereked, az a gyönyörű, fekete, bubi frizurás, hosszú fülű? Hát a Jimmy, a kiskutyám, most már 6. életévével lépett, úgyhogy egy komoly felnőtt férfi. De hát ugyanolyan bohókás és ugyanolyan kedves, mint amilyen 6-7-es korában volt, amikor hozzám került. És hát meg kell, hogy mondjam, a közvetlen családom, az édesanyámon, barátnőmön és a öcsém családján kívül mindig ő az, aki a legnehezebb megválni, ha nem tudom éppen magammal vinni külföldre, mert amikor tudom, akkor még külföldre is magammal viszem. Úgyhogy mind a ketten jól vagyunk. Köszönöm. Na most ez volt a legszebb végszó, amit adhattál, hogy mind a ketten jól vagyunk. Kívánok neked nagyon sok sikert az elkövetkezendőkbe, drága Józsikám. Maradj te csak ilyen Jankovics Józsi, amilyen voltál. Hát megpróbálom. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Szervusz.